Közhelynek számít, hogy az alma nem esik messze a fájától. A köteles családra ez hatványozottan igaz, hiszen Köteles István a 80-as évektől meghatározó alakja a hazai mulató zenének. Fia Leander egy népszerű zenekar, a Leander Kigaz frontembere, amellyel kétszer is döntősök lettek az Eurovíziós Dalfesztivál hazai versengésében. Lánya Cindy pedig ugyancsak a szórakoztató zeneiparban gyűjtöget babérokat. Vendégünk most apa és lánya, azaz Köteles István és Cindy, akik egyebek mellett a jövő héten megjelenő Vadonatúj dupla kávé albumról is beszélnek a Sláger TV nézőinek. Boszorkány a feleségem, nem bánom, nem bánom, bizony nem bánom, nyelve éles, sok a édes, imádom, ő a legjobb boszi a világon. Néha egy angyal, máskor egy sárkány, ő az, aki mindig vár rá, mellettem áll éjjel nappal, sodrófával, fakanállal. A dal az egy évvel ezelőtt született, Sláger TV-ben már készítettünk róla a felvételt. Most lemez anyag lett belőle, ez a címadó dala június 13-án fog megjelenni, Boszorkány a feleségem, nem bánom, persze csak a Boszorkány a feleségem címmel. Mit tudsz még erről mondani, Cindy? Ezen az albumon több duett is lesz, azt hiszem 4, úgyhogy ez egy ilyen plusz az albummal kapcsolatban. Boszorkány a feleségem, nem bánom, nem bánom, bizony nem bánom, kicsit kacsi, néha beint imádom, ő a legjobb boszi a világon. 17. lemezünk, ez már tényleg nagyon sok idő, és Betli Dóval volt még nekem 7 lemezem, meg még szóló lemez, meg különböző lemezeken. Úgyhogy köszönöm szépen a közönségnek is a bizalmat, hogy ennyit és eddig zenélhettem. De azért úgy érzem, hogy én se ismerem még az egészet, csak próbálom úgy csinálni, hogy a lehető legjobban a szívem és a tapasztalatom szerint a legjobban csináljam, és legjobb ötleteket hozzam elő. Jaj, de magas ez a fa! Milyen műfajba soroljátok ti be azokat a dalokat, amiket te énekelsz szólóban? Én szórakoztatónak sorolnám be, mert ugye van pop, van 80-as beütésű, egyre inkább előfordulnak a nem feltétlenül mulatos, inkább magyaros, népies. Slágerzene. Pop dalok, mulatos dalok, minden, amire szórakoznak az emberek, amivel könnyen tudnak azonosulni. Az egyik az gitárzenei köntösben van, a másik autentikus, a harmadik akármi. Szerintem magyar slágerzene. Felhágott hát a pára, két kezemet megfogta, ígérte, nem bánt engem, vigyázz az én szívemre. Körülbelül 4 évvel ezelőtt egy tévéfelvételre elmentünk apuval, ahol elénekeltük a Kicsit belealok minden napot, és akkor kedvet kaptam hozzá, hogy na ez az, amit szeretnék csinálni. Ez, hogy adok is, kapok is, és ez az oda-vissza. Ez nekem nagyon tetszett, illetve tetszik ennek a munkának a sokszínűsége, hogy van fellépés, van stúdiózás, van szövegírás, dalszerzés, tévéfelvétel, tehát hogy mindig egy kicsit más. Az egyik legnagyobb koncertélményem volt a Leander szimfonikus koncertje március 15-én. Hát olyan nagyon nem lók ki ő se, csak a nagyon ő hörög időnként, meg nagyon morgós zenét rak alá, de egyébként, hogyha egy dallamot mondjuk egy hónapja nem láttak, az lehetne egy dupla kávédal is, szövegben is, meg dallamában, meg a harmónia menetében, csak ő ezt morcosabban csinálja meg. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, és azért nem bármi áron mellettem maradtál. Büszke vagyok a gyerekekre,
Hát nagyon nagy dolog, hogy összeköthet bennünket egy ilyen világ. Az egy más dolog, hogy esetleg én naponta négyszer fölhívom őket, és ezt már unják, de akkor is marha nagy dolog, hogy tudunk valamiről beszélni, amit mindannyian szeretünk, amiben mindannyian benne vagyunk, alkotunk, és hát ez állandó folyamatos élményt és feladatokat adhat, és kommunikációt, aminek kapcsán azért, ha nincs is mindig kimondva, hogy szeretlek téged, de ott van, hogy azért beszélünk, mert egymáshoz tartozunk. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, és azért, mert bármi áron mellettem maradtál. Köszönet a boldog évekért, köszönet a sok-sok mindenért, csak is veled élhettem, ezt jól tudom ma már.